A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A következő 25 percben középpontban a család, hiszen Családőrző című műsorunkat látják. A stúdióban sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilli, sok szeretettel köszöntök mindenkit. És engedjék meg, hogy bemutassak két új vendéget, és azért mondom, hogy új, mert ebben a műsorban a Családőrzőkben még nem voltak velünk, de most nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Farnas István Géza, a RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia intézmény vezetője. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. És dr. Sőrét Pál, pszichiáter, addiktológus, főorvos, aki szintén a RÉV munkáját segíti. Üdvözlöm a nézőket! Én azt hiszem, hogy azzal, ahogy bemutattuk a vendégeket, egy kicsit lehet már gyanítani, hogy mi lesz a téma. Nagyon fontos téma, és sajnos manapság nagyon sok családot, de akár egyéneket is érinthet. A függőségekről fogunk beszélgetni, de mielőtt ezt megtennénk, én arra kérem Istvánt és Pált is, hogy egy picit a szervezetről mondjatok néhány szót. Az intézmény 1997-ben indult, és azóta folyamatosan már több mint 25 éve foglalkozunk függőkkel, és azt látjuk, hogy amikor elkezdünk dolgozni a függőkkel, akkor tulajdonképpen az egész családdal foglalkozni kell. És akkor, amikor a rendszert megmozgatjuk, akkor látjuk, hogy a rendszerben levő elakadások okozzák valakinél, valamelyik személynél ezeket a tüneteket, ami valamilyen függőségben jelentkezik. És hát ezeknek a folyamatoknak a változása hosszú idő, több hónap, amíg valamilyen változás elkezdődik, de az a legfontosabb, hogy el kell kezdeni. Nagyon sokszor a hozzátartozók keresnek meg. Először a feleség, hogy a férjem nagyon sok alkoholt fogyaszt esténként, vagy a gyermekek túl sokat ülnek a számítógép előtt. Ezeknek mind oka van, és nem véletlenül alakulnak ki ezek a függőségek, de erről majd később talán részletesebben is beszélünk. Nevezhetjük a függőséget mentális betegségnek? Hát a különböző nemzetközi diagnosztikai rendszerek természetesen a függőségeket felsorolják a mentális betegségek kategóriái között egy külön csoportként. Így valóban nevezhetjük annak. És hát ugye itt használta ezt a betegség szót, ez nyilván más értelemben van jelen, mint a hétköznapi betegségek, betegségfogalmak. De ha egy nagyon tág összefüggésbe vesszük, hogy valaki szenved valamitől, vagy a közvetlen környezete szenved az ő magatartásától, akkor itt nyilván a szenvedés az, ami a központba kerül, és ebbe az értelembe valóban teljes joggal nevezhetjük betegségnek a függőségeket. Egyébként lehetnek a családban más megbújó mentális problémák is, amik nem látnak napvilágot, vagy nem derül ki, hogy valaki ettől olyan, amilyen? Természetesen nagyon sokféle probléma jelen lehet, ugye, amik gyökerezhetnek az egyén akár genetikai hajlamaiban, az ehhez társuló környezeti stresszorokban, de ugyanúgy a család, mint rendszer, a diszfunkcionális úgy szintén előhívhat más jellegű problémákat, amelyek nem a függőség kategóriába esnek, hanem más típusú mentális zavar. Ugye itt beszélhetünk az evészavaroktól kezdve egy nagyon széles spektrumon sok mindenről. Melyik az a függőség, ami a leginkább jelen van és a legtöbb problémát okozza manapság? Mi az intézményben a segítséget kérők között leginkább az alkoholt látjuk elsődleges szernek, addiktív szernek,
De ezen kívül mostanában egyre többen keresnek meg játékfüggőség miatt. Nagyon sok az online játék, ami akár napi 10-12-14 órát is elvesz a fiatalok életéből, de azt látjuk, hogy felnőtt korban is megjelennek a szerencsejátékok, a fogadások. Ez is egyre intenzívebben jelenlevő viselkedési függőség. És hát a kábítószerek azok is többnyire a 20 évesek, 10-18 20 évesek körében jellemző. Ha már szó volt a különböző kütyük és a játékok és a gépek iránti függőségről, a gyerekeknél mennyire okoz ez problémát, mivel találkozol, Zsuzsi? Manapság már nagyon-nagyon komoly probléma. Egy néhány évvel ezelőtt kezdtük el egyáltalán észrevenni, hogy ez nehézséget okoz. Ugye, hogyha mi dolgozunk a gyerekekkel, és terápiás regresszióba visszük el őket, és ott jelenik meg valamilyen számítástechnikai eszköz, amit nem tudunk a gyerektől aztán semmilyen módon elvenni, akkor ez már egy nagyon-nagyon komoly gond. Nálunk ez például úgy néz ki, ugye mi óvodásokkal is dolgozunk, hogy megtiltjuk a szülőknek, hogy a gyerek kezében egy digitális eszköz legyen, vagy egyáltalán képernyő közelében legyenek. Aztán, ha betartják, akkor nagy szerencsénk van, hanem akkor ez nagyon-nagyon nagy nehézséget fog később okozni a családban. Igen, mert többnyire onnan indul, hogy ezzel le tudom kötni a gyereket, most meg kell csinálnom valamit, akkor a kezében nyomok egy kütyüt, ha más nem egy telefont. Hát igen, és ma már sajnos a játékkészítők, játéktervezők egyre kisebb korosztálynak, 8 hónapos gyerekeknek vannak játékok tervezve tabletre. Az anyám eldobom, amikor erre gondolok, vagy ezzel találkozok, és bekúszik a családba úgy, hogy észre sem veszik. Ugye az alkoholt előbb-utóbb észre fogják venni, a játékszenvedét, a kassa megcsapanása révén előbb-utóbb észre fogják venni, más mentális betegségeket előbb-utóbb, tarthatatlan az állapot, észre fogják venni. Itt az a probléma, hogy a legaddiktívabb dolog, gondolom ebben egyetértünk, minél kisebb korban kapja meg a gyerek, annál gyorsabban. Tehát 3 alkalom után nem tudod elvenni tőle a telefont. Lehet-e annak felnőtt korban valami következménye, hogyha a gyermek már gyerekkorban függő lesz mondjuk a kütyüktől? Természetesen, hát az egészségügyi kockázat az óriási, amíg kialakulatlan idegrendszert terheljük valamivel, amire nincsen szüksége és ami nem odavaló, és elvesszük a valódi élettől és a valódi fejlődési lehetőségektől. Hát ez hosszú távon beláthatatlan következményekkel jár, ha nem orvosoljuk időben. Törvényszerű, hogyha valaki ilyesmi közelébe kerül és gyakrabban foglalkozik vele, most mindenre gondolhatunk, akár a játékszenvedélyre, a számítógépre, az alkoholra, akkor függővé válik? Az ember addiktív lény. Ennek van egy, tehát van egy nagyon érdekes biológiai háttere. Tehát ugye a valamennyi függőség, és akkor értsük ide a viselkedési függőségeket is, akár ezt a fajta digitális eszköz használat visszaélő szintjét is, vagy a játékszenvedélynek a más formáit. Végső fokon az agy jutalmazó rendszerét, a homloklebeny, frontális lebenynek a dopamin rendszerét tuningolja. És ott kelt egy nagyon kellemes érzést. És ez a nagyon kellemes érzés az embert arra ösztönzi, hogy ezt a jó érzést megismételje. Csak van egy probléma. A probléma az, hogy az agy belefog egy önvédelembe. Tehát ugye az a fajta ingerelárasztás, az túlzás. És elkezdi lecsavarni vagy a receptorszámot, vagy valami módon van egy visszacsatolás, ami által csökkenni fog az élmény előbb-utóbb. És ez oda vezet, hogy intenzívebb élvényekre van ahhoz szükség, hogy ugyanazt a jó érzést elérjük. Most gondoljunk csak bele abba, hogy nagyban ugye a média is azért ezt csinálja velünk, hiszen ha belegondolunk abba, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor fiatalok, gyerekek voltunk, egy krimi hogy nézett ki? Gondoljunk egy kalambóra, vagy egy Derrickre. Hogy ott, hogy úgy, jó, persze volt valami bűncselekmény, és akkor valami módon ott zajlottak az események. De nem volt az a pörgés, mint egy mai krimiben, ahol gyakorlatilag
ilyen, hogy mondjam, tehát már digitális eszközökkel felturbózott olyan jeleneteknek kell történni, mert különben unalmas az egész, már nem éri el az inger küszöbünket. Tehát itt is történt egy olyan fajta tolerancia növekedés társadalmi szinten is, ami tulajdonképpen hát alapvetően azért a drogosok agyában szokott történni attól, hogy ugye ugyanannak a hatásnak az eléréséhez már az az adott mennyiség nem elég. Tehát ez nagyon világos, hogy a viselkedési függőségek szintjén is jelen van. Lehet ez gyermeknél annyira erős, hallottam ilyet, hogy elvették tőle a számítógépet, és dűrohamot kapott, és szétverte a lakást? Van ilyen? Tehát el lehet képzelni, hogy ez ennyire durva tud lenni? Bizony. Nem is ritkán fordul ez elő. Ez azt jelenti, hogy akkor már egy ilyen esetben is igen kemény leszoktatási folyamat. Hát szerencsés esetben szakember hiányunk van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az országban mennyi gyerekpszichiáter van, akkor nagyon-nagyon alul van ez az egész kalibrálva, és nagyon nehéz olyan intézményt is találni, ahol ezzel tudnak foglalkozni. Nagyon kevés olyan megye van, ahol egyáltalán gyerekpszichiátria van. Tehát egy olyan gyerek, aki már idáig elvitte 8-10-12 évesen, vagy 14-16 évesen, teljesen mindegy, hogy most milyen korosztályról beszélsz, sajnos megy egyre lejjebb. Tapasztaljátok ezt a hiányt a révnél? A révben is megjelennek a már 14 éves korú gyermekek esetében a szülők, hogy segítségre van szükség. Viszont azért jó hírem van, hogy Fehérváron van egy intézmény, nevezetesen az Egészségdok drogambulancia, ahol kifejezetten a serdülőkorúak terápiájával foglalkoznak. Van is egy bentlakásos intézményük már itt Fehérváron. Viszont a révben már 14 év kor fölött mi is vállaljuk az ilyen serdülőkorú fiataloknak az ellátását, a szülő hozzájárulásával. Ez ambuláns, tehát be kell jönni, ez nem bentlakás, hanem időpontot adunk, megérkezik a család, a gyermekkel is tudunk foglalkozni egyéni konzultáció keretében, vagy a családdal, a családkonzultáció keretében, szívhatjuk családterápiának is, mert hogy ez is működik a révben. Szoktunk szeparált üléseket is tartani, amikor csak a szülőkkel, tehát különböző alrendszerekkel foglalkozunk a családon belül, vagy csak a szülőkkel, vagy csak a gyermekekkel, és hát látványos változásokat lehet elérni, hogyha a családban megfelelő motiváció megvan. Elképzelni nem tudom, hogy legyen az egy kamasz, aki egyébként is küzd a világgal, ahogy Zsuzsi is szokta megfogalmazni, és ő magával is, hogyha egy ilyen problémával küzd, és a család valahogy ráveszi, hogy menjen el segítséget kérni, hogy ő ott mennyire ellenkezik. De felfogják a 14-16 évesek, hogy amit ők csinálnak, az rájuk káros? Talán onnan indulnék ki inkább, hogy ők nem is tudják, egyszerűen csak kötődnek valamihez, ami jó érzés. Mert hogy a függőséget megérteni, én megpróbáltam abból a szemszögből nagyon sok kísérlet, kutatás után, nyilván nem én kutattam, hanem kutattam a kutatók munkáit, és például volt egy nagyon egyszerű, ezt Bruce Alexander végezte, patkány kísérletről van szó, szóval, ahol ketrecben volt két kis itató, az egyik heroinos volt, a másik csak sima víz volt benne, és érdekes módon a patkány mindig a heroinos itatót választotta, és hát nem is élte túl, mert túladagolta magát. Majd azt mondták, hogy de hát ez így nincsen rendben, mert hogy egy ketrecben van magányosan, és ez így érthető, hogy egyedül miért választja azt. Na most képzeljük el ezt egy gyermekkel, magányosan otthon ül, a szülők dolgoznak, egyedül érkezik haza, hát mit csináljon egyedül? Hát esetleg leül a számítógép elé, vagy a laptop, vagy a telefon elé, és keresi a kapcsolódást valakivel, barátokkal, lehet, hogy nem a megfelelő barátokkal,
vagy lemegy és olyan bulikat vagy partikat keres, ahol egy kicsit jól tudja érezni magát. Most folytatták ezt a kísérletet, és az úgy folytatódott, hogy egy patkány mennyországot, mondjam, egy patkány hotelt hoztak létre, ahol különböző alagutak, meg mindenféle étkezési lehetőség, sajtok, meg ilyen körhinták, meg mindenféle volt, nagyon sok patkánya. Itt mindenre volt lehetőségük, úgymond házas életet élni is, és érdekes módon nem választotta itt a egyik patkány sem ezt a heroinos itatót. Na most ez nagyon erős válasz arra, hogy ha úgy próbáljuk megfogalmazni a függőséget, hogy az egy kötődés, akkor érthető, hogy mindannyian valamihez kötődünk, valakihez, csak a kérdés az, hogy mi az. Mert hogyha valamilyen függőséget okozó szerről van szó, vagy viselkedésről, akkor lehet, hogy azért, mert túl sok a fájdalom, vagy a hiányérzet a családban, vagy abban a kapcsolatrendszerben, amiben magányosnak érezzük magunkat. És ezért kell, hogy valamilyen pótszer legyen, ami segít ezt túlélni. Arról volt szó, hogy ugye a függőség úgy alakul ki, hogy valamit jó csinálni, hogy jó érzést sugároz. El lehet jutni arra a szintre, ugye, amikor már nem is jó, de még mindig muszáj csinálni? Természetesen, de mielőtt ebbe belevágnék, egy picit hadd kapcsolódjak, amit István elmondott az előbb. Ugye a patkány abba a tökéletes környezetben, ahol mindene megvan, ugye nem választja a heroint. De azért azt gondolom, nem ismerem annyira ezt a cikket, de én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy azért, mert nem is találja meg, mert nem keresi, mert már el van mással. Ugye? Tehát, hogyha azért nagyon-nagyon rákortyolgatna, akkor előbb-utóbb ott ragadna akkor is. Viszont pontosan erről van szó. Tehát, hogy legyen az életnek annyi normális, természetes örömforrása, hogy ne kelljen ezeket a pótszereket keresni. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy nem tudunk örömforrások nélkül élni. Na most, hogyha kialakult már egy függőség, akkor az abból való gyógyulás útjának az egyik aspektusa az, hogy lehet visszafoglalni, visszaszerezni azokat az örömforrásokat, amiket elvesztettem. Ugyanis ami kiválasztódott, mint függőség tárgya, az elnyomja az összes többit. Ugye egyszer régen a fal közben itt Fehérváron volt ez a nagy falfirka, hogy legszebb öröm a söröm. Ez nagyon jól leírja azt a helyzetet, hogy egy tárgy kijelölődik, és a fontosságában, mint örömforrás kiszorít mindent, és minden elveszti a jelentőségét. Na most ez az egyik, tehát ez az, ami az életnek ez a beszűkülését jelenti, hogy aztán marad a kütyüm, és akkor azt nyomkodom, és nem érdekel semmi más. Ugye van egy régi, akit érdekeltek, még annak idején volt a Galaktika újság, és ezek a kis sci-fi novellák benne, abban volt egy ilyen novella, ahol a tökéletes média világban már olyanok a filmek, hogy érezzük a tapintást, az illatokat, mindent, és akkor ott volt egy ilyen csodálatos színésznő, ő volt az abszolút idol, aki után mindenki epedett a filmjei után, stb. És, de aztán eljött az a pillanat, hogy valami hajót, vagy ilyen valami bajt, katasztrófa történt, és akkor ez az illető, aki örökké ennek a színésznőnek a filmjein élt, személyesen találkozik vele, és akkor együtt valahogy megmenekülnek egy barlangba, és akkor ahelyett, hogy vele foglalkozna, fölteszi a szemüveget, és nézi a filmet róla. Tehát hogy ugye nem tudunk már a természetessel mit kezdeni, annyira rabjaivá válunk a mesterségesnek. És akkor ahogyan az inger
erősségét az ellen az agyunk védekezik, akkor természetesen eljön az a fázis, amit mondott, ami az eredeti kérdés volt, hogy már igazán nem jelent örömet, de ha nem csinálom, megvonásos tüneteim vannak. És azért kell csinálni, hogy ne szenvedjek. Tehát ez már az a végstádium, ahol nem okoz örömet az alkohol, a drog, meg semmi, amivel éppen az illető foglalkozik, de muszáj csinálni, mert különben rosszul vagyok. Tehát ez is létezik. Ez egy nagyon, nagyon szomorú, nagyon reménytelen állapot. Talán egy kicsit magyarázatot kaptam arra is, amit soha nem értek, hogy fiatalok ülnek egymás mellett. Olyat is láttam, hogy egy szerelmes pár egy romantikus helyen, egy tópartján lógatja a lábát a víz felé, és kicsit hátat fordítva egymásnak a kütyüket nyomja, és állítom, hogy egymással beszélgettek ezzel a módszerrel. Ez is valami függőség lenne. Nem tudom elképzelni, hogy mi ennek a magyarázata, hogy ebben mi lehet a jó. Lehet, hogy öreg vagyok már ahhoz, hogy ezt feldolgozzam. Hát itt nem csak függőségről van szó, hanem ugye ez teremt egy steril világot, és akkor ugye nehéz önmagunk, tehát hiába van az, hogy ez a világ egyre inkább hangsúlyozza a testiséget, de másrésztről meg pont elveszítjük a testiséget, mert digitalizálódik minden, és digitális formában jön, és akkor ugye ennek a teljes, tehát ugye sokféle függőség között, ugye az internet függőségek között, akár csak ugye a pornó függőség, ami úgy szintén ez a kategória, hogy fölfúj egy nagyba egy ingert, és aztán a valósággal meg már nem tud mit kezdeni. De tulajdonképpen a műsor eddigi részében is azt kutattuk, hogy mi lehet a függőség oka, és én ezzel is zárnám le ezt a részt, azzal, hogy már most előtérbe helyezem, hogy természetesen folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen nagyon fontos téma, és még nagyon sok mindent nem tudtunk megbeszélni. De mégis akkor még egyszer, és mindenkitől egy rövid választ, hogy kérek, mi okozhat függőséget? Mert amiről nem volt szó, az a társadalom, de úgy egyébként. Én azt gondolom, hogy a mai társadalomban az egyre inkább szeparálódó emberiségnek a kiszolgáltatott élethelyzete, tehát nem tud kapcsolódni, és nagyon nehezen tudunk jól kapcsolódni, és a mostani fiataloknak ez ma már nagyon komoly problémát okoz, különösen gondoljunk a pandémiás időszakra, ott meg teljesen szeparálva voltak, tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy ez a szeparáció az a elsődleges. Isten? Én azt gondolom, hogy a függőség az kötődés, társas adaptációról szól, és a társas kapcsolatok hiánya okozza, a jó minőségű kapcsolatoknak a hiánya. Teljesen mindegy, hogy van 4-5 ezer kapcsolatom a Facebookon, vagy Twitteren, vagy akárhol, hogyha nem kérdezi meg senki, hogy valóban hogy vagyok, és nem tudom ezt megosztani valakivel, hát akkor az elég nagy hiányt jelent az ember életében, és ez okozhat függőséget már később. Nagyon nehéz ez a kérdés, mert hát igazából egy dolgot nem lehet kiemelni, itt egy hosszú lista van, amiről szó lehet, de amit, ha csak egy dolgot kéne kiemelni, akkor vegyük akár a csoportnyomást, ami úgy szintén bele tudja vinni az embert ebbe, de ez csak egy elem a sok közül, ez egy külön adást érdemelne. És lesz újabb adás is, úgyhogy most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Fekete Seri Zsuzsannának, Varnas István Gézának és dr. Sőrédi Pálnak is. Visszavárnak benneteket. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszont. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.